Székesfehérvári püspökség 9. alkalommal rendezte meg az egyházmegyei napot Balinkán a Tölgyes tábor és falutábor területén. Mintegy 3000 ember számára nyújtott kikapcsolódást, ismerkedési lehetőséget és lelki töltekezést a nap, melynek során sokszínű rendezvényekkel várták az érkezőket. A forró napsütés ellenére szinte minden egyházközségből nagyon sok család, kisgyermek és idős vett részt a gazdag programokon, a lelkiségi mozgalmak bemutatkozóján. Aki a Szent Jónását szeretné elvégezni, meg tudja tenni, szentségimádáson, szentmisén imádkozni tud. Ki családját, gyermekét elhozza, változatos játékban, örömben van része. Ki beszélgetni szeretne a másikkal, ezt is megtalálja. Ki szellemi programot kíván, a tanulóinknak, iskolásainknak műsora kínálja ezt. Őszintén remélem, hogy mindenki úgy megy haza, hogy örömmel, szívében gazdagabban tér haza, ami erőt ad neki otthon is a tanúságtételhez, családjában és egész életének környezetében. A mi felelősségünk, hogy a templom ajtaját, a plébánia kapuját és a szívünket is tágra nyissuk, és abban segítsük az embereket, családokat, fiatalokat, hogy megtalálják újra az egyházat, mondta elnyitó beszédében Spányi Antal megyés püspök. Minden hívő a felelős érte, hogy én magam hogy teszek tanúságot a családom előtt, a rokonságban, a munkahelyen, a boltban, a közlekedési eszközön, ahogy járom a világot és megyek dolgozni és jövök haza az otthonomhoz. Ez mind-mind alkalom a tanúságtételre, és mernünk kell a hitünket megvallani, mernünk kell a hitünkről beszélni. Nem törődhetünk bele abba, hogy ezt szeretnék elvitatni tőlünk. A találkozón a családokkal foglalkozó egyházmegyés munkatársak is részt vettek. Most úgy készültünk, hogy hittanos tesztet hoztunk egyrészt a gyerekeknek, csillámtetkó van, kis keresztet osztogatunk a gyerkőcöknek, illetve bibliai idézeteket a házaspároknak. Meglepően sok szentírási rész szól a házasságról és a családról. Most jöttünk rá, amikor válogattuk, több mint 200 olyan idézetet sikerült összeszedni, ami szinte konkrétan a házasságról és a családról szól. A családpasztoráció új útjairól is beszélgettek a betérők Harkai Gábor családreferens pappal. Jó lenne ezeket valahogy megtalálni, hogy hogyan tudunk ebbe az irányba tenni, hogy a szétszakítottság ellen jó lenne egy nagy családként élni, akik felelősek vagyunk egymásért, akik tudjuk a másikat segíteni, és aki merem kérni a másiktól, hogy nekem most ez a problémám. Először mutatkozott be a Szent András evangelizációs iskola, amely Mexikóból indulva már az egész világot behálózza a felnőttek evangelizációjával. Három lépcsővel szimbolizáljuk az iskola felépítését. Az első lépcső az, ami a megtérésre és egy tanítványá válásra segít elvezetni. A második lépcső az evangelizációra hív, hogy hogyan is kell evangelizálni a megkeresztelteket, vagy meg nem kereszteltek. A harmadik lépcső pedig az már egy evangelizátor képző, hogy hogyan kell kiképezni azokat, akik az evangelizációval akarnak foglalkozni. A katolikus Caritas Rév szenvedélybeteg szolgálata az egyházmegyei napok állandó résztvevője, hogy felhívja a figyelmet a segítségre szorulókra. Az egyházmegyei napon lehet, hogy nagyon sok ilyen hozzátartozóval találkozunk esetleg, akiknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy hozzánk bárki ingyenesen jöhet terápiára. És lehet, hogy a családjában éppen szenvedélybeteg található, lehet, hogy szerencsejátékfüggő, lehet, hogy éppen csak nikotinfüggő, vagy alkoholfüggő, vagy lehet, hogy kábítószerfüggő, és akkor jó, ha tudja, hogy nálunk ingyenesen részt vehet a hozzátartozója, és akár ő is terápián. A Kurzió lelkiségi mozgalom Spanyolországból ered. A világháborúban elvesztett számtalan pap miatt civilek kezdeményezésére szerveztek zarándoklatot Compostellába, amelyen kialakult az imádságban, emlékedésekben eltöltött napok menete. Ha már a világméretű mozgalommá alakult Kurzió elérkezett a Székesfehérvári egyházmegyébe is. Ezeket az előadásokat abban a kis csoportban azokkal az emberekkel, akikkel ott találkoztam először, beszéltük át a három nap során, óriási élményt adva, és megismerve olyan embereket, akik mind a mai napig a barátaim. Igazából az összes férfi szerepet, ami létezik, egy ilyen három nap során végig lehet gondolni, hogy
barátként, férjként, apukaként, munkatársként, és még nem tudom hányféle helyen, ahol az ember részt vesz, sportásként, milyen dolgom lehet, és mik azok, ahogy én a többi emberrel a kapcsolatomat javítani tudom. Nyilván Isten segítségével. Ez így van, és én is 2 éves unszolás után jutottam el a kurzióra végül is, mert kisgyerekem volt még akkor, amikor először hívtak, és tényleg nehéz őket otthon hagyni, de utána pont sok, tehát nekem 4 gyerekem van, és mellőlük kilépve átgondolva 3 napig az életemet, a feladataimat, Istenről gondolkodni az életemben, az annyira meghatározó élmény volt számomra, hogy nagyon fontossá vált a kurzió. A pünkösd hétfői találkozón idén is figyeltek arra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Az Egyházmegye oktatási intézményei vidám műsorokkal készültek, kerti fajátékok, légvár, ugráló, kézműves foglalkozások, lovaglás és ingyen fagyi várta a legkisebbeket. Az ifjúsági programok mellett lehetőség nyílt az idősebb korosztálynak az imádságra, éneklésre, szentségimádásra. A közös zárószentmisén együtt adtak hálát a nap kegyelmeiért, kicsik és nagyok egyaránt. A szervezők reménykednek abban, hogy a pünkösd megünneplésére érkezett papok és hívek találkozása, közös imádsága, a főpásztor szavainak iránymutatása segít abban, hogy a hétköznapok során is tudjunk a Szentlélek szavára hallgatni. A széllel próbálunk valahogyan asszociálni, hogy megértsünk valamit abból, ami pünkösd ünnepének a lényege.